A Bunker Túra sorozat legújabb, 8. részében, a 18. kerületben található egykori szövőgyár polgárvédelmi bunkerét látogattuk meg. Ez a bunker csupán annyiban különbözik az eddig bemutatottak többségétől, hogy nem elhagyatott. Az 1950-es évek elején épült bunker egy négyszintes, gázszilánk és atombiztos, földfeletti óvóhely, aminek falai 270 cm vastagok, így feltehetőleg ellenállt volna egy fél tonnás rombolóbombának is. A Pest-Szentlőrinci légoltalmi kocka pár éve került ki a katasztrófa védelem fennhatósága alól, majd ezután civil kézbe került. Nem is oly régen egy lelkes budapesti csapat vásárolta meg, akiknek köszönhetően a bunker rengeteg korabeli berendezéssel, bútorokkal, táblákkal, plakátokkal és egyéb más egykor a polgárvédelemben használatos tárgyakkal gazdagodott. Időt, energiát és pénzt nem sajnálva létrehozták Magyarország egyik legnagyobb és legizgalmasabb szabadulós játékát, a Bunker Game-et. A játék lényege, hogy 100 perc alatt kulcsok megtalálásával, kódok és koordináták megfejtésével szobáról szobára kell haladni, majd a küldetés végrehajtása után elhagyni. Az 1200 fő befogadására tervezett óvóhely ma is azt az igazi rideg-hideg háborús korszakot idézi, ahol teljesen át lehet élni a hely hangulatát. Persze a bútorok és a többi használati tárgy elrendezése is fiktív, hiszen az egykori polgárvédelmi óvóhely jelenleg a Bunker Game nevű szabadulós játékra van berendezve. A Bunker Game csapata jóvoltából a Facebookon a bejegyzés megosztók között egy 5-fős Bunker Game játékot sorsolok ki. További info lent a leírásban. Na sziasztok, itt vagyunk Budapesten a Gyömrői úton, egy hidegháborús légoltalmi bunkernél, aminek az a érdekessége, hogy bunker játékot terveztek bele, nagyjából 2 hónapja nyitott meg. Én úgy álltam az egészhez hozzá, hogy direkt nem néztem utána, hogy mi annak a lényege, és baromira élveztem. Nagyon-nagyon jó volt, mindenkinek ajánlom. A bunker játékra visszatérünk később, először is. Itt van velem Tomi. Sziasztok. Aki ugye az egészet csinálja. És szerintem kezdjük el az egészet, menjünk be bunkerbe és mutassuk meg, hogy hogyan működik az egész. Rendben, menjünk. És akkor mit kell tudni a bunkerről, nagyjából mikor épült? Ez az épület 1951-ben épült. És arra a célra készítették, építették, hogy itt a terület, amit láthattunk volna, illetve itt van mellettünk, ez a terület egy fonógyárnak, egy üzemnek, egy textilüzemnek a dolgozóit mentette volna meg abban az esetben, hogyha itt egy háborús esemény történt volna, ugyanis stratégiailag fontos szerepe volt, textileket gyártottak, tehát a katonai ruházatot ők készítették volna a frontra, a háborúban. Ezért fontos lett az üzem, fontos volt, hogy őket megmentsék, úgyhogy arra építették ide ezt a bunkert. Menjünk be, nézzük meg akkor. Okay. Az épület 2,70 m falakkal rendelkezik, körbe mindenhol, az oldala, a teteje, az alja, mindene. Tehát durván azt mondják, hogy 10.000 köbméter beton, 2.000 tonna vas az, amit ebbe beleépítettek. Tehát óriási mennyiség, nagyon-nagyon monumentális, brutális épületről van szó. Majd lehet látni, hogy megyünk befelé, egy kb. 3-at lépek, és még mindig a falat találjuk, és ezután fogunk csak bejutni az épületbe. Aha. Nem javul. Sikerül. Tehát ahogy mondtam, innen indul a fal, és a falunk az egészen idáig tart. Tehát ez az a méret, ami a befoglaló mérete az épületnek. A fal azoknak egész pontosan. 2,70 m. És ugye több bunker videón volt, már is láthatjátok, hogy az nem olyan bunker, hogy teljesen szét van égetve, tűzoltó gyakorlatoztak benne, szét van verve, hanem ez teljesen korszerűen be van építve, majd látni fogjátok. Őt hogy hívják? Ő a Melinda. Melinda. Két kedves bárunk van, az egyik a Melinda, a másik pedig a Lajos, akik az első percben hivatottak arra, hogy köszöntsék az ideérkező játékosainkat. Ez az első terem, itt az első feladat, amit meg kell oldani, illetve feladatok.
de a feladatokról most nem beszélünk, akit érdekel, jöjjön el és nézze meg és próbálja ki. Ami nagyon fontos, hogy az épületet úgy próbáltuk berendezni, ahogy mi elképzeltünk egy ilyen helyzetet, hogyha egy ilyen esemény történt volna, mi az, amire szükség lehetett volna itt bent. Tehát első körben egy vegyvédelmi szoba. Ez a helység egyébként valóban úgy készült, hogy innen a kijutást figyelmeztető fények jelezzék azt, hogyha esetleg probléma van kint. Tehát, hogyha valaki itt ki akart menni ezen az ajtón, az a fény villogott a falon, vagy egy hasonló piros fény, akkor tudták, hogy tilos kimenni, nem lehet kimenni, mert kint már sajnos olyan probléma van, ami nem egészséges az emberi szervezetre, úgyhogy ezek azok, amik jelezték a dolgokat. Természetesen vegyvédelmi ruhákat és a gázárarcokat azért tettük ki, hogy ha mégis ki kellett valakinek menni, akkor mint ahogy Melindán is látható, beöltözve ilyen felszerelésben lehetett csak is elhagyni az épületet abban az esetben, hogyha a piros lámpa az már villogott és működött. Ez pedig egy sugárzásmérő gergelyművel számáló? Igen. Ez még működőképes? Nem, már nem működőképes. Uh-huh. Ez már csak kiállítási tárgyként, díszletként. Ahogy említettük, vagy említetted, valóban az épületet úgy próbáltuk megcsinálni, hogy régi korhű berendezéseket hoztunk be. Több terem, mindegyik teremnek más funkciója van, ennek megfelelően más a berendezése is. Jelen esetben akár itt a vegyi felszerelések mellé a Geigert is azért hoztuk be, mint kiállítási tárgyat, mert hogy valóban része volt az ilyenfajta életnek. Ha már innen ki kellett menni és fel kellett venni ezeket, az egy fontos dolog volt, hogy van-e vagy nincs, mint sugárzás. Nézzük a következőt. Ugye ezt még elmondom, hogy a későbbiek folyamán lesz majd egy videó egy másik bunkerről, amit még nem fogok elmondani, mert lehet, hogy hogyha szerencsénk van, hogyha szerencsétek van, vagy szerencséjük van, akkor azt is be lehet rendezni ilyen korszerűen és élethűen, mint amilyen volt. Nyomjuk a videót? Azt akartam mondani, hogy ha megvan a hatása, akkor utána nyomnám a videót. Igen. Tehát a második helységünk az úgynevezett tiszti szoba. A tiszti szobát úgy rendeztük be, hogy valóban elképzelhetjük. Van egy parancsnoki asztal, a kis székével, a piros telefonjával, van egy titkárnő, vagy nem is tudom abban a korban, mint minek nevezték, dolgozó felülete, aki valóban itt gépelhet és írhatja a kis dolgait, természetesen kezelte ő is a telefont, hogyha arra szükség volt. Van egy nagy térkép, amiben meg tudják nézni, hogy éppen ki, merre, hol jár, ha éppen esemény van, ki miről beszél. Akkor abban az esetben, hogyha esetleg egy probléma történt volna és riadóra vagy bármire lett volna szükség, abban az esetben a parancsnokunknak volt lehetősége arra, hogy jelzést adjon bent lakóknak, kint lakóknak, környezetnek. Ez csak itt volt az a riasztalod? Igen. Az épület, mivel, mint ahogy említettük, 2,70 m-es falakkal rendelkezik, nincsenek rajta ablakok, ezért a játékot úgy terveztük meg, hogy senki semmilyen problémát ne tapasztalhasson benne. Tehát ha ide bejön valaki és úgy érzi, hogy ebben a teremben rosszul van, mert bezártságérzet vagy egyéb bármilyen rosszul itt van, akkor van egy piros gomb minden egyes terembe beépítve, ami arra szolgál, hogy egy vészjelző ezt megnyomják, a mágneszárak azonnal kinyitnak az ajtókon, plusz lehet a kollégánál is jelez, aki egyébként a játékot végig felügyeli a kamerarendszeren keresztül, jelez arra, hogy akkor itt gond van. Ha ő úgy ítéli meg, hogy a helyzetet tudja uralni, akkor hagyja a dolgokat, nyugtáz egy gombon és jön föl segítséget nyújtani. Amennyiben viszont esetleg ő is rosszul lenne, tehát még erre is gondoltunk, hogyha még ővel is gond van, akkor viszont egy külső járőrszolgálatnak megy ki a hívás azonnal, egy telefonhívás, és a járőrszolgálat akkor a megadott borítékkal, ami le van náluk zárva, azokkal a kódokkal jönnek és kimentik az embereket az épületből. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Senki nem tud úgy beragadni, hogy nem tud kimenni. Bármi történik az itteni segítségekkel, kollégákkal, akkor is kiszabadul 10 percen belül, ha bármi gond van. Profi dolog csinál az egész. Erre nagyon próbáltunk odafigyelni. Másik pedig, hogy van egy számlálunk, amivel szépen a 100 percet mutatjuk majdnem teremről teremre, hogy akkor hogy is halad az idő, mennyi idő van még hátra a játékra, és azt lehet élni. Az ajtókat nyitásérzékelőkkel látjuk, de azért, hogy lent lássuk azt, hogy akkor hogy haladnak, hol haladnak, mik vannak. Tehát mindent próbáltunk úgy összerakni, hogy mi is képbe legyünk a helyzettel, és bármikor tudjunk akár segítséget nyújtani, akár bele szólni a dologban. Az épületben közel 2-3 ezer méternyi vezetéket építettünk be, ami a kamerarendszernek, ami az ajtók nyitásérzékelőinek, a kódzáraknak és egyebeknek kellett, hogy megfeleljenek. Ezeket
némi nemű betonfúrásokkal, de próbáltunk úgy megoldani, hogy persze ne kelljen nagyon sok egyéb munkát végezni. 60 centisek a belső falak, tehát az sem kevés sokszor átfúrni, úgyhogy kerestük azért a nyílásokat és a lehetőségeket ezen kívül is. Szóval ez itt a következő helyiségünk, ami volt, a parancsnoki tiszti szoba. Következő terem, ahova beérkeztünk, ez az elképzeléseink szerint, ez egy orvosi szoba, illetve egy beteg felvételi terem lenne, illetve a függöny túloldalán szintén hozzá tartozóan van egy műtő, tehát az az egészségügyi részleg. Megpróbáltuk ezeket is úgy összehozni, hogy valóban régi idők berendezéseit, eszközeit, táskáit, ágyait megpróbáltuk beszerezni. Ezeknek a beszerzése azért nem volt túl egyszerű, természetesen szinte minden darabot máshol tudtunk, vagy az interneten, Vaterán, itt-ott-ott, vagy hallomásból, ismerősök által elmenni, például a műtős ágyat, azt 60-ból tudtuk beszerezni, de piacokra járunk ki, bakancsosra, egyéb ilyen kis bolhapiacokra szedegetni össze dolgokat, ismerősök által, régi hagyatékokból előkerült dolgok vannak benne, tehát nagyon-nagyon jó. A baráti körben nagyon sokan találták meg azt, amit úgy gondoltak, hogy ezt nekünk szánnák és behozták, tehát több olyan termék és dolog van, több olyan tárgy van itt, amit felajánlottak arra, hogy akkor ezt tegyük be, mint például jelen esetben az előző nagy térképet is, amit láthattunk. Ez mondhatni örök használatra, nem a miénk, viszont ide adták, hogy amíg szeretnénk és szükségünk van rá, addig ezt tudjuk használni. Szóval a következő terem az ott, ahogy látható, egy betegfelvételi asztallal, egy betegfelvételi kivizsgáló felület. Tényleg baromisokat dob az egész, nem csak a játékhoz, hanem a bejáráshoz, hogy minden olyan, mintha tényleg működőképes lenne az egész. Arra nagyon igyekeztünk odafigyelni. A kollégám, aki egyébként az ötletgazdája ennek az egésznek, ő neki úgy született meg ez a gondolat, hogy nagyon sokat járt a Szikla kórházban, és az ottani tapasztalatokat és az ottani élményeket, amiket szerzett, úgy gondolta, hogy ezt picit még azzal lehetne fokozni, hogyha ezt még egy játékba is beépítenénk. Úgyhogy megpróbálta először is úgy kialakítani a dolgot, hogy valóban múzeális értékkel, tehát valóban régi használati tárgyakat hozzunk össze, amit egyébként elég sok minden megtalálható a Szikla kórházban is, vagy nálunk az, ami ott megtalálható, inkább így fogalmazok, mert így helyesebb. Tehát ténylegesen első körben a múzeum kialakítása volt a cél, és akkor utána, amikor már kialakultak a helyiségek, kialakultak a berendezések, akkor kezdtük el ráhúzni, hogy akkor milyen játékok, milyen feladatok és hogyan legyenek. Úgyhogy ez, köszönjük szépen, mert jó meglátás, és a célunk az az volt, hogy valóban a régi múzeális dolgokat megőrizzük. A következő terem, az, ahogy mondtam, az orvosihoz tartozó rész, ez már a műtő. Itt van egy műtőágyunk, műtőasztalunk, egy nagyon szép lámpánkkal, egy röntgenvizsgálóval a falon, illetve hát egy olyan készlettel rendelkezünk, ami egy picit hátborzongató is lehet akár, pláne az ember belegondol abba, hogy ezzel még lehet, hogy dolgoztak is és csináltak sok mindent. Úgyhogy nagyon komoly műtős felszerelések és eszközök. Következő terem az a gyengélkedő. Akiket már itt elláttak és kezeltek, azok továbbiakban ebbe a helységbe tudták kipihenni és felépülni. Itt szintén kialakítottunk egy kis nővérpultot a sarokban, 6 ágyat tettünk be ahhoz, hogy akkor valóban az itteni emberek ki tudják pihenni kis fáradalmaikat. Illetve ott az eldugott kis sarokban van egy ajtó, amit nem nyitottunk meg, de ott mi őrizgetjük azokat a személyeket, akik már nem élték túl ezt az eseményt. Tehát az hivatalosan nálunk az egy hullaház természetesen, ez nem így működik. Egy bakancs is, egy szalmabála, ami segítséget nyújtott nekünk ennek az imitálásához, de... hogy ez működhessen. A játékot úgy próbáltuk felépíteni, hogy a nehézségi szinteket, azokat mindig változtattuk. Valamikor a kezdetekben kevesebb esetleg a feladat, utána egy picit több. Ha nagyon megizasztottuk a társaságot, akkor egy picit gyengébbek. Tehát vannak gyorsabb és lassabb pályák. Ami meglepetést okozott nekünk, hogy amit mi elképzeltünk, ez valamikor megfordult. Tehát amit mi könnyű pályának terveztünk, az mondjuk 80%-ban könnyű, 20%-ban viszont nehéz. És fordítva, amit mi nehéznek terveztünk, az 80%-ban nehéz, de 20%-ban pedig könnyű.
Úgyhogy nagyon érdekesen alakulnak a játékosok és a játékos csapatok és a megoldásaik. Következő terem, ahol megyünk, az egy rádiós szoba. Itt szintén úgy alakultak a dolgok, hogy a berendezési tárgyakat azokat egyszerre próbáltuk beszerezni. Hát úgy tudom, hogy 2-3 helyről sikerült is egyébként, tehát szerencsénk volt, mert jó helyen jó dolgokat tudtunk összehozni, és ezáltal eredményes beszerzéseink voltak. Ezek a berendezések játék részei. Arról szolgálnak, hogy akkor az ember innen ki tudjon jutni. A terem valóban hivatalosan úgy nézett ki, hogy ez 4 embernek a munkaállomása, de úgy, hogy a 4 ember 24 órában itt élt, itt dolgozhatott. Ez azt jelentette, hogy volt mindig egy alvó fázisban lévő ember, aki valóban aludt, feküdt, pihent. A következő fázis az az volt, aki már készenlétben volt az alváshoz, de illetve részben készenlétben ide, részben készenlétben már arra, hogy akkor ő elmehetett pihenni. Tehát ő már levehette a bakancsot magáról, de még nem feküdhetett le. És a következő szint volt az, amikor már még talpon volt, de még már ülhetett, de még nem dolgozott, és a harmadik vagy a negyedik szint az pedig az, aki valóban ült és rádiózott. Tehát ez így vetésforgóként, így körforgásban folyamatosan mentek 24 órán keresztül a 4 ember. Tehát azért van 2 ágy, mert 2 olyan fázisban pihenhetett, a másik 2-nek viszont már munka és munka közeli állapotban kellett lennie. Tehát valóban így történtek régi időben egyébként az ilyen rádiós szobák. Hogy ezekre is próbáltunk odafigyelni. A következő terem, az az étkező. Amivel elképzeléseink szerint hasonlóképpen nézhetett ki, vagy nézhetett volna ki egy ilyen helyzetben. Tehát meg voltak kis asztalok, a kis viaszkos vásznak, a hűtő. Azt tudni kell, hogy ezen a szinten, ahol most vagyunk, itt semmi nem volt. A falak teljesen fehérek vagy kormosak, koszosak voltak. Tehát minden berendezés az úgy alakult, hogy a mi elképzeléseinkből született, a mi gondolatainkból és a mi beszerzéseinkből. Tehát ténylegesen csak a beton falak voltak, kivéve mondjuk a világítási rendszer, illetve a hangosításnak a hálózata rendszere, az ki volt építve. De az összes többi mindent, a műtőtől a rádiósig, minden polcot, mindent mi szereztünk be, mi álmodtunk meg és mi valósítottunk meg. Úgyhogy ezt csak azért mondom, mert valóban az épületet, ha 1200 emberrel meg szerették volna tölteni hivatalosan, illetve majd beszélek róla, hogy volt egyébként egy hadművelet, amikor ezt ki is próbálták, tehát azt meg szerették volna tölteni, akkor ezek az asztalok útba lettek volna, az ágyak útba lettek volna. Az 1200 ember erre a 4 szintre, szintenként 222 négyzetméter hasznos terület egyébként, erre a 4 szintre úgy fért volna be, hogy vigyázva állva, egymás vállához érve, bepréselődve. Tehát tényleg arra szolgált, hogy egy rövid bombázási időszakra mindenkit bepréselnek ide, és hogyha ennek véget ér, és megszűnnek a vegyi dolgok esetleg, vagy a vegyi problémák, vagy a porfelhők és egyébként elmennek, akkor kimehessenek vissza az emberek, mert egyébként mondjuk hetekig nem tudtak volna egy tengyen ellenni. És ezt hogy kell elképzelni, hogy ha van egy bombázás, akkor nyilván van egy ilyen fő koordinátor, aki irányítja az embereket? Mert azért ez pszichológiai sem olyan, hogy bombázunk, és akkor besétel, amit te oda. Ez hogyan működött? Hát elég komoly forgatókönyve volt egyébként itt ennek a hóvirág hadműveletnek, amit itt, ha jól tudom, Magyarországon egyetlen egy ilyen óriási méretű egy polgárvédelmi hadműveletet hajtottak végre, aminek ez volt a neve, hogy hóvirág hadművelet, és ezt itt ebben az épületben tették meg, tehát itt tesztelték le, hogy valóban működik-e, mehet-e, megoldható-e, emberek hogy reagálnak, és még persze nem pánik helyzet volt, csak picit felfokozottabb hangulatban voltak, hiszen most akkor ezt el kell, hogy próbáljuk. Tehát pánik esetén valószínűleg még másabb lett volna a reakció, de igen, tehát arról szólt, hogy itt ezt kipróbálták és megnézték. És akkor itt elfért 1200 ember. És akkor ide beküldtek 1200 embert, és elfértek itt benne. A kérdésedre, hogy vezérelni kellett és irányítani, valóban lesz egy utolsó terem, amit megmutatok, amit erre a hadműveletre készítettek el. 66-ban volt ez a hadművelet. Ott csináltak egy elég komoly kis vezérlő központot, ahol 6 dolgozó ember mindenféle információkkal látta el a tisztet és az irányító parancsnokot, aki onnantól kezdve viszont tudott döntéseket hozni, és tudta irányítani a további kinti vagy a benti életet és mozgásokat. Utasárlátós.
Hát mikor honnan mit sikerült hozzára szerezni? Jelen esetben a játék miatt nem az árba tovább menetel fölfelé, de természetesen egy másik lépcsőházban majd megmutatjuk az épület többi részét is.